Az első pécsi városházát 1698-ban építették, ami egy tűzvészben jelentősen károsult, ezért teljesen átalakították. Aztán 1834-ben épült egy klasszicista épület, majd Láng Adolf tervei alapján 1907-ben elkészült a jelenlegi városháza, ami neobarokk stílusú. Az azóta eltelt évtizedekben nem volt mindig jó állapotban Pécs legjellegzetesebb épülete. A 80-as évek második felében történt olyan felújítás, amikor soha emlékezünk rá, még ahogy sem egyre vendégmunkásról dolgoztak az épületnek a felújításán. Az épületet csak kibírult, visszanyerte régi színét, világossá vált, és tényleg egy vendégkör lett a pécsi Széchenyi-térnek, amit azóta is örömmel lát az ember. És valóban minden porcikájában azt tükrözi, hogy egy nagyon igényes, egy nagyon nagyszerű épületben van dolgunk, a belső kialakítások, a irodák, a lépcsőátok, a kovácsoltas korlátja, és meg el kell folytatni a sort, ami tényleg nagyon jó tükrözi azt a polgári hangulatot, attitűdöt, aminek egy ilyen épületnek tükröznie kell. A város nagybecsben tartja az épületet. A belső részeket is folyamatosan fejlesztik. Az évek során megújult a porta, ahol zsolnai elemekkel is dolgoztak. A városházán belül jeles pécsieknek emléktáblákat is állítanak. A kor talán igazolja már, hogy az ünnepelt kora talán igazolhatja, hogy bizonyos tekintetben nehezen felel meg a mai korszerű közigazgatással szembeni kihívásoknak. Itt többek között gondolhatunk az épület energetikára, vagy éppen az informatikai struktúra kiépítésének nehézségeire, de számunkra így is különleges, sőt talán megfordítható a jelző, számunkra éppen így is különleges. Tervezése és megvalósítása a város nagy ütemű fejlődésének, Pécs nagyvárosiasodásának kezdeti időszakára Aljvinger János és Majoros Imre neves polgármester előtt beklárása idejére, a zsolnai aranykorára, a pécsi rend világhírű állásának időszakára esett. A polgármester és a jegyző szerint a pécsi városház az egyik legszebb és legkülönlegesebb a vidéki városházak között.